A vizeinkkel való gazdálkodás az előttünk álló időszak egyik legfontosabb feladata. Egyrészt a klímaváltozás hatásaira, másrészt a megváltozott piaci igényekre is reagálniuk kell a mezőgazdasági vállalkozóknak. Ez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mai konferenciáján hangzott el. A Kamara Szabolcs-Szatmár Bereg megyei elnöke hozzátette, egyre több gazdának van szüksége öntözési lehetőség biztosítására. Itt olyan területeken gazdálkodnak a gazdálkodók, ahol a víztest a jónál rosszabb minősítést kap, illetve egy gyengét, és azokat a lehetőségeket próbáljuk itt az Országos Vízügyi Igazgatóság képviselőivel, a NAK vezetésével, illetve a helyi vízügyi igazgatóság illetékes osztályvezetőivel egyeztetni, hogy mit tudnánk tenni annak érdekében, hogy egyre kevesebb gazdálkodónak mondjuk azt, hogy az öntözést nem tudjuk biztosítani felszíni vízből, illetve a megyében az adottságnál fogva elég kevés is az a lehetőség, ahol felszíni vízből lehet vizet kivenni, illetve ha gyenge minőségű víztesten van, akkor pedig ne elutasítást kapjon, hanem keressük azokat a lehetőségeket, hogy mindenki, aki öntözni akarna ebben a megyeiben, az pozitív elbírásban részesüljön. A rendezvényen Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, a versenyképesség biztosításához is elengedhetetlen, hogy a gazdák minél nagyobb mértékben tudják öntözni a termőterületeiket. Az öntözés egy kiemelkedő fontosságú feladat lesz az előttünk álló időszakban, hogyha valóban versenyképes termelést akarunk végezni a mezőgazdaságban, akkor Szabolcs-Szatmár Bereg megyének ebbe előre kell lépnie, növelni kell az öntözött területeknek a számát, hektárainak számát, és hát nagyon örülünk annak, hogy az agrárkormányzat ezt az öntözést, mint feladatot az alapvető stratégiái közül az egyik legerősebbként jelölte meg ebben a kormányzati ciklusban, és hát bízunk benne, hogy ebben a megye is úgy tud majd becsatlakozni, hogy annak az eredménye az, hogy valóban egy versenyképes mezőgazdaságot tudunk majd megvalósítani itt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Baracsi Endre hozzátette, az öntözés fejlesztéséhez és a közös stratégia kialakításához szükséges lehet a további források, valamint pályázati lehetőségek bevonása is.